8 millió feliratkozó, 900 millió megtekintés. Ismerjétek meg az influencer világ talán legütősebb ezermesterét. Ő Colin Firth, youtuber, kaszkadőr, feltaláló, barkács celeb és filmrendező. Már leginkább magát rendezi közösségi médiára, nem is akárhogy. Víz- és gázszerelőként végzett egy angol szakiskolában, majd egy tévécsatorna fedezte fel, mint képernyős mesterembert, míg nem jött az önálló közösségi média csatornája. Specialitása, hogy otthon a fészerben bütyköl már-már Marvel-szerű vasember cuccokat, amiket van olyan őrült, hogy saját maga ki is próbál. Egyik legnépszerűbb alkotása a forradalmi hoverbike, vagyis légbicikli volt 3 éve, amit 32 millió ember azonnal lecsekkolt a neten. De ő csinálta a világ leggyorsabb mozgássérült motoros székét, babakocsiját és Dodge Jam-jét, mindegyik bőven 100 km/h feletti utazósebességgel. És íme a jetbike. Minden idők leghasztalanabb és legveszélyesebb közlekedési eszköze, ami nem csak a magyar utakon nem kapna legális forgalmi engedélyt, de hosszas levelezés után csak egy kiszuperált katonai reptéren tudták kipróbálni. Figyelme mostanában a szupererejű robotok és kiegészítőik felé fordult. Itt van például a már említett hidraulikus Hulkbuster, amit akkor tervezett, miután kijött egy szuperhősös film mozinézésből. A fura szerkezet kiállta a legkülönbözőbb nyúzópróbákat, miközben még az alkotót is megviccelte, amikor felszikszalagozva lóg a karján. A látottak alapján egyértelmű a kiberma szigorú felszólítása. Hasonló kütyüket gyártani otthon a garázsban életveszélyes, és még a szomszédokat is megbotránkoztatja. Intő példaként végül bemutatjuk Colin önsanyargató ébresztőágyát. A szerkezeten közel egy hónapig dolgozott, és lelke, ahogy ő fogalmaz, az időzíthető hálószoba katapult, ami a megfelelő időben biztosítja a rugalmas napkezdést.